Köszöntöm a kedves nézőket, Szilágyi Eszter vagyok. Tegnap záródott a Kárpát-medence felett a rétegfelhőzet, és csupán a magasabb hegycsúcsaink emelkedtek már csak ki ebből a felhőpaplamból. A normafa is már ködbe burkolózott, ezeket a ködös pillanatokat pedig Harc Dániel örökítette meg nekünk. Nagyon szépen köszönjük neki. Bár ez a ködös időjárás általában szürke, borongós hangulatot idéz, azért ennek is megvan a szépsége, úgyhogy biztatom önöket, fotózzanak akár ma is minél többet, örökítsék meg ezeket az időjárási jelenségeket, meteorfotokukac.mtva.hu a már jól ismert e-mail címünk. A ködös idő pedig még egy-két nap erejéig biztosan a vendégünk marad, a hideg párna egyelőre nem távozik el a Kárpát-medencéből, így ma is Kárpát-medence szerte erősen felhős vagy borult lesz felettünk az ég, és többfelé akár tartósan is számíthatunk ködképződésre. Kicsit szakadozottabb a felhőzet elsősorban ma a Vajdaságban lehet, valamint a Bécsi-medence környékén, ugyanis itt megélénkülhet a délkeleti irányú szél, ez megmozgatja ezt a zárt réteg felhőzetet, és akár itt rövidebb napos időszakokban is bízhatunk. Másutt azonban ma sem fogjuk látni a napot. A hőmérséklet csúcsértéke a sok éves átlagnak megfelelően alakul, 6 és 11 fok közé melegszik ma a levegő. A következő napokban is, ahogy említettem, még vendégünk marad ez a hidegpárnás időjárási helyzet, így jellemzően borult párás időre van kilátás, és többfelé számíthatunk kötszitálásra is, de kiadósabb mennyiségű csapadék egészen a jövő hét elejéig sehol sem várható. Holnaptól kezdődően egyre többfelé, főként nyugaton, valamint délen lehetnek már hosszabb, rövidebb napos időszakjaink, másutt az országban inkább a felhőzet lesz túlsúlyban felettünk, és folytatódik a párás, reggelente ködös időjárási helyzet. Viszont a hajnalok továbbra is enyhék lesznek, fagytól sehol sem kell tartanunk, napközben viszont kicsi lesz a hőinges, rendre általában mindössze 6 és 12 fok közé melegszik majd a levegő. Köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok, viszontlátásra!